Nincsen igazán különbség a munkában, ha csak az nem, hogy az olvasók eddig bejöttek a könyvtárba, most pedig mi visszük ki a könyveket, mondja Sági Lajosné az intézmény vezetője. Mi készítjük össze a kedves olvasónak. Most azért itt nagy előny a számunkra, hogy egy kisváros kiskönyvtára vagyunk, az olvasóinkat személyesen ismerjük, teljesen tudjuk az ízlésüket, Próbáljuk is időnként őket egy picit, hogy más könyveket olvassanak. Hát ez most akarva akaratlanul is működni fog, mert ugye amikor ide szólnak telefonon, vagy akár egy Facebook oldalon írnak nekünk, hogy ők könyve, könyvcsomagot szeretnének kérni, és azért ők eljönnek, akkor nyilván én fogom neki a könyvtárosként összekészíteni, mert ő ebben most nem tud részt venni, nem jöhet be az intézménybe. De akkor ugye visszagondolva arra, hogy milyen könyveket olvasott, mi az ízlése, mit szeret, akkor ezt így végiggondolva állunk nekik könyvet keresni. Ránk bízzák, ránk bízzák. Ez annyira érdekes, mert korábban is volt ilyen, hogy bejön az olvasó, amikor még látogattak bennünket, bejött az olvasó, akkor mondta, hogy a, tudjátok, amit szeretek olvasni. És annyira érdekes, hogy az ember megy a polcok között, válogatja le az olvasónak, és szinte mindig ugyanazokhoz a kötetekhez nyúl, mert, mert ez tényleg ennyire működik, hogy ismerik az ízlésüket. Nyilván vannak benne hibák, meg nem szándékosan, de becsúszik olyan, amit mondjuk vissza fog hozni, anélkül, hogy akár csak két oldalt elolvasott volna belőle, de ezzel semmi baj nincs. Egyébként van egy nagyon régi szokásunk itt a könyvtárban, bár a könyvszakma nem nagyon szereti, de mi szoktunk úgy hívjuk, hogy kupacolunk, ami azt jelenti, hogy hát közel 30 éve volt egy nagyon kedves olvasunk aki két hetente jött, és rengeteget olvasott, ilyen 8-10 könyveket. És a végén már rájöttem, hogy ö, gyűjteni kell neki a könyveket, hogy biztosan tudjuk adni, mert néha viccesen elmondta, hogy na majd akkor, ha itt nem lesz, elmegy másik könyvtárba, és ezt a világért nem akartuk, mondtuk inkább bármi áron, de neki lesz könyv. És ez megmaradt. Tehát ha olyan könyv érkezik, amiről tudjuk, hogy ez az olvasó nagyon szereti, ez az ő stílusa, azt alapból már neki félretesszük. A könyvtárt igénybe venni kívánóknak minden héten hétfőikkel igényeiket leadni. A kiszállítás minden szerdán történik. Könyvcsomagot elvileg minden nap ki tudunk adni. Ha valaki ide szól telefonon, erre ma is volt már példa, ide szól telefonon, neki erre van szüksége, mindig rákérdezünk, hogy mikor jön, hogy tudjuk figyelni, és ő beadja a visszahozott könyvet, meg ki az újat. Na most lépít téletbe a sok-sok újság, amit már átnéztünk, és ö, amúgy meg tüzelőbe menne, most ebbe fogjuk becsomagolni a kiadott könyvet, mert ugye valamibe bele kell tegyük. Ha viszont valaki házhoz szállítást kér, akkor az úgy fog működni, hogy minden héten, hétfőn, délután, négy óráig nekünk bármilyen módon, tehát e-mailben, az se baj, ha bedobja a postaládába egy cédulán, hogy ő erre járt, ezt szeretni. E-mailben, telefonon, Facebook oldalon, bárhol, értesít bennünket, mit szeretne. Én tanácsoltam egyébként a kedves olvasóknak, hogy használják a honlapunkat, mert ott az adatbázisban, a katalógusban le tudja ellenőrizni, hogy amit ő szeretne, ha van konkrét kérése, az éppen nekünk megvan-e, vagy bent van-e egyáltalán a könyvtárban, vagy esetleg kölcsönzése. A keddi napot arra szánjuk, hogy ezeket a csomagokat mi elkészítsük, és szerdai napon minden héten csak egyszer szerdán történik a kiszállítása akik eddig is jártak hozzánk, ő nekik megvan ez a havi ö, megszokott ütemük, hogy mikor jön cserélni. Tehát ő ezt tartja. Most néhányan azt érzékeltük, hogy kisé bizonytalanok, hogy most mit évők is legyenek. Ugye itt meg főleg arról kell beszélni, hogy az idősek, ők nem fognak leülni a tényleg 70 év fölöttiek facebookozni, meg egyebek, tehát ő vagy elér bennünket telefonon, vagy az utcán személyesen, ami ugye mostanában ritkán fordul elő, de ha nagyon fontos neki, és erre van példa, akkor ő megtalál, ide szól, és akkor visszük neki a könyvet. Mi sokat gondolkodtunk a kolléganővel azon, hogy hát vegyük be ezekbe az üzenetekbe esetleg egy új olvasót, hogy akkor, ha új olvasó jelentkezik, mi azt miként kezeljük el, mert ugye most nem tud bejönni Szabályzatot aláírni, stb. hogy ebben az esetben mit fogunk tenni, aztán arra jutottunk, hogy majd, ha odaérünk, úgyis tudni fogjuk, hogy mit kell csinálni. Viszont nem tülekednek azért az ajtónk előtt, meg sehol sem, internetes felületen se, hogy ők most nagyon szeretnének beiratkozni, mert szeretnének olvasni. Most én annyira bízom abban, hogy mindenkinek van otthon legalább, mondjuk, nem tudom. Tehát sok dugi könyve, amit elrakott, hogy majd, ha nyugdíjas lesz, előveszi, elolvas, hogy most szerintem, akik nem könyvtárba járnak, ők biztos azt szedik elő ilyenkor. Ö, könyvtáros létemre nekem is van ilyen tartalékom, úgyhogy ezzel úgy vagyok, hogy én is elő fogom venni, de ennek még most nincs itt az ideje. Tehát nem jönnek el, nem jelentkeznek, hogy na most én otthon vagyok, ö, unatkozom, és olvasni szeretnék, én bízom abba, hogy az emberek arra szállják az időt, hogy egy picit odafigyeljenek a másikra. Családon belül ne és nem telefonnyomkodunk, hanem beszélgetünk, mert ez most kiválóan remek idő arra, hogy beszélgessünk, társasjátékozzunk, játékozzunk, kártyázzunk, odafigyeljünk a gyerekeinkre, az unokáinkra. Tehát egyáltalán egymás a legfontosabb magunkra is. Magunkra is. Mert hogyha az az erő, ami, amivel dolgozunk, meg bennünk van, az elfogy, akkor akkor nem lesz tartalékom. Tehát a tartalékot meg képezni kell, és az csak akkor fog működni, meg működik, legalábbis én úgy gondolom, ha van egy belső odafigyelés saját magunkra. Nincs meg, akkor nincs miről beszélni.